élet nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a boldog sarkaházi sáraszűz és vértok emléknapja van. Ezt a szentmisét elhunyt Ruszkai Imre testvérünk lelki üdvösségért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom, mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és imasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeglődöm Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenekhöz. Irgalmazol bennünket, mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, Te a diadalmas vértanúság kegyelmét adtad, sarkaházi, boldog sarkaházi sárának, hogy példája ragyogó fényként tündököljön egyházadban. Add kegyelmedet, hogy amint ő követte Krisztust a kereszt úton, nyomában járva mi is eljussunk az örök élet örömeibe. Mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, akivel egyél és uralkodik a Szentlélek teljességben, Isten mindörökkön örökké. Uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek?
válaszolták: higgy az Úr Jézusban, és házad népével együtt üdvözülsz. Ezután hirdették neki és egész háza népének Isten igényét. Ő pedig ének idején, még abban az órában megmosta sebüket, és rögtön meg is keresztelkedett minden Mózes tartozójával együtt. Bevezette őket otthonába, és asztalt terített nekik. Az Istenbe vetett hit örömmel töltötte el őt és egész háza népét. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Uram, a te jobb kezed megszabadít engem. Uram, a te jobb kezed megszabadít engem. Ünnepellek, Uram, szívem mélyéből, mert meghallgattad ajkam igéit. Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, magasztallak téged, Istenem. Uram, a te jobb kezed megszabadít engem. Szent nevedet mindig megvallom, irgalmadért és igaz voltodért. Amely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, gyarapítsd az erőt lelkemben. Uram, a te jobb kezed megszabadít engem. Megszabadít engem a te jobb kezed, az Úr javamra dönti el ügyemet. Örökké tart, Uram, a te irgalmad, nevesd meg kezed alkotásait. Uram, a te kezed megszabadít engem. Szentleckét olvasva látjuk a világ megosztottságát.
Szilás és háza népe befogadja Krisztust, mások azonban ellene fordulnak, és Pált meg Barnabást is börtönbe vetik. A börtön és az éjszaka jelképesen a sötétség hatalmáról utal, vagyis a hitetlenségben, amelyben a bűnös világ él, és nem ismeri fel a világosságot. A börtönőr cselekedetét azonban jelképesen a világosság cselekedetének is felfoghatjuk, hiszen a börtönőr tapasztalhatja a csodát, világosságot kér, ugyanis sötét van a börtönben, mert nem akar tovább sötétben maradni, mivel azt akarta, hogy a krisztusi világosság őt is eltöltse fényével. És ebben a történetben a Szentlélek titokzatos eljövetelének lehetünk tanulni, hiszen megrendült az a hely, a börtön, és kiszabadulnak a foglyok, kinyílnak ugye a börtönkapui, akár csak pünkös napján is megremegett az a hely, ahol voltak az arándok. És a börtönőr ugyanazt kérdezte Páltól és Szilásról, mint a pünkösdi sokaság Péter apostoltól, meg a többi apostoltól, hogy mit kell tennem, hogy üdvözüljek. És a választ meg is kapják, hinni kell Krisztusban, és megkeresztelkedni Krisztus nevére. Ez meg is történik. Megkeresztelkedik a börtönőr, ő maga is, és egész házanépe. Mert mindannyian hittek, és részesültek a Szentlélek örömében, és a hit ereje töltötte el őket. Az egyház élete is egy szakadatlan bűnkösd, ami azt jelenti, hogy várjuk is a Szent Lelket, a Szentlélek szüntelenül munkálkodik, tehát be is fogadjuk állandóan a Szent Lelket. A Szentlélek eljövetele néha látványos, szinte viharos, mindent fölforgat, minden megváltozik hirtelen. Valamikor azonban rejtett módon jön el a szívek mélyén. És ha teljesen befogadjuk, megtapasztaljuk magunk is azt az örömet, amely nem ebből a világból való. Mert csak Isten adhatja meg azoknak, akik megnyitják előtte szívüket. Urunk Jézus, aki átküldted nekünk a Szent Lelkedet, add, hogy újra és újra befogadjuk őt. Tedd készségessé szívünket, hogy egészen átadjuk magunkat neki. És ezáltal az ő munkatársaival, az üdvösség hirdetőivé, munkálóivá, közvetítőivé váljunk. Amen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a keresztények élete
hallgass meg minket, hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy elhunyt testvérünk, Ruszkai Imre elnyerje az örök boldogságot, akiért a szentmisét felajánlottuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos mennyei atyánk, újjászülettünk egyszülött fiat halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen, és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesüljünk Krisztus a mi Urunk által. Amen. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. És a víztitkáltal részesünk annak istenségében, akik egyesen részese lett emberségünk. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogadd el dicsőítő és engesztelő áldozatunkat, amelyet boldog salkaházisára vértanúd ünnepén bemutatunk neked. Hogy ez az áldozat valóban szerezze meg nekünk bocsánatodat, és örök hálát fakasszon szívünkben Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a szívünket. Emeljük föl szívünket. Emeljük a szívhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert boldog salkaházisára hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelmet csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngességében is hőssé avatja értett szenvedő hívedet. És bátor tanúságtételre ad erőt néki, Krisztus a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Uram és Amen.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a miénk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott oda a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, haláladat hirdetjük, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. A Krisztussal feltámadtunk, akkor egy atya gyermekeként bizalommal így imádkozhatunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézze, hanem egyházat hitét,
Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Béke veled. Boldogok, akiket meghív asztalához. Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, őrizze meg az örök életre.
Kérünk Istenünk, hogy ennek az áldozatnak erejével és boldogság házisára példájával vezess minket mindig szereteted útján. A jót, amit elkezdtél bennünk, őrizd és érleld is meg lelkünkben. Krisztus dicsőséges eljövetelének napjára, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Next.
mindasztalója, védőnk élete, keresztények segítsége, angyalok királynője, pátriárkák királynője, proféták királynője, apostolok királynője, vértanúk királynője, hitvalló királynője, szüzek királynője, minden szentek királynője, áteredő bűn nélkül fogantatott királynő, mennybe felvett királynő, rózsafüzér királynője, családok királynője, béke királynője, magyarok nagyasszonya, Isten báránya, elveszed a világ bűneit. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja. Könyörögjünk. Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jó éppek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárás által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus a mi Urunk által. Amen. Oltalmad alá fogunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldó Szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engedd el meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Emlékezzél meg, ó kegyes Szűz Anya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te, akit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte és segítségedért folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietünk hozzád, ó szüzek, szüzek, tisztaságos anya, hozzád fordulunk és színed előtt, mi bűnösök sóhajtva állunk. Nevesd meg könyörgésünket, ó Anyja, az örök igének, hanem hallgass reánk kegyelmesen, és hallgass meg minket. Amen. Szűzszülője Istennek, enged, hogy tied legyek, tied éles halálban, tied jó és balsósban, tied üdvözve szemben, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, enged, hogy tied legyek, Anyám, benned bízok és remélek, Anyám, több tárna nevedek, Anyám, te jóságos kegyelmez, Anyám, te hatalmas védelmez, Anyám, jöjj és segíts imádkozni, Anyám, jöjj és segíts küzdeni, Anyám, jöjj és segíts szenvedni, Anyám, jöjj és ne vagy elveszni. Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó hatalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja,
már hozzám érettünk, Szent József, hogy méltót lehessünk Krisztus és életeire, könyörögjünk. Szentséges szűzanyád édesének érdemei kérünk, Uram, legyenek segítségünkre, hogy amit a magunk erejéből el nem érhetünk, az ő közbenjárására megnyerjük. Aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Mennyei kenyeret adtál nekik, alleluja! Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben, Queen szenvedésed emlékezetét hagytad ránk, hadd kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül érezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Engeszteljünk a káromkodásokért és istentelen beszédekért. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen az ő szent neve. Áldott legyen az ő szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus drága szent vére. Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben. Áldott
áldott legyen a vigasztaló Szent Lélek, áldott legyen a szűzés Isten Anya Mária, áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása, áldott legyen dicsőséges mennybevétele, áldott legyen Szűz Mária szent neve, áldott legyen Szent József a Szent Szűz tisztaságos jegyese, áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.